Egy álom válik valóra végre, hiszen Apja Gergő barátom és én Pató Márton már régóta terveztük, hogy létrehozunk valamilyen online tartalmat, legyen az videoblog vagy blog, hát egy podcast lett belőle, amit most még valószínűleg csak barátaink, rokonaink, ismerőseink, üzletfeleink hallgatnak, de mi nagyon nagy lelkesedéssel vágunk bele, és a címét azt, mivel geget te hoztad, a tereszortod azt, hogy elmondza a kedves hallgatóinknak is, hogy mi lenne az. Sziasztok, kedves hallgatók! Mi vagyunk a középkezdők, ez a tervünk, ez lesz a nevünk, ezzel fogunk futni, úgyhogy így fogtok majd minket megtalálni. Középkezdők néven próbáljuk beteljesíteni azt az álmot, amiről már Marci is beszélt. Ugye alapjáraton a sportról és a sportot érintve különböző témákról fogunk majd beszélgetni, hiszen azért ez leginkább ami a közös egyetemi múltunkon kívül minket összeköt, azt hiszem. De azt, hogy kihozta azt a címet, hogy középkezdők, elmered árulni, vagy az publikus? Persze, elmered árulni, ugye tanakodtunk Marcival, hogy mi lenne a legjobb cím, és hát ö, én bevontam ebbe más kedves ismerőst is, és végül Szabó Miklós, más néven Miki 357 volt az, aki ezt a nevet találta nekünk, a középkezdőket, úgyhogy ezúton is köszönjük neki, és reméljük, hogy egy. Nagy jövő előtt álló műsor címét fedezte ő föl. A mi agyunk túl csökevényes volt az, hogy egy ilyen remek és frappány címet adjunk a saját podcastunknak, amiben egyébként. Hát próbálom majd szerintem derűsen hozzáállni a világ eseményeihez, és olyan ö, sporthoz kapcsolható jelenségeket vizsgálunk majd, ami leginkább érdekel bennünket, és nem feltétlenül a fősodratú média híreivel lesz azonos kerüljük majd szerintem a modoroskodást, vagy legalábbis az alakoskodást mindenképpen, de hát amivel kezdeni fogunk, az nem feltétlenül derűs, sőt inkább borús, hiszen nem beszélhettünk most szerintem sportról úgy, hogy ne beszélnénk a háborúról is, Oroszország Ukrajna ellen folytatott háborújáról, és nem tudom, Gege, te ezzel kapcsolatban hogy vagy, hogy mennyire szoktál nézni Kommenteket, Facebookon mennyire el szoktál belebocsátkozni komment háborúkba, vagy inkább ezeket figyelmen kívül hagyod? Hát a kommenteket talán kevésbé, inkább a különböző hírportálok napi szallag címeit, híreit, és akkor ezáltal igazából a Facebookon az ismerősök hozzászólásait, illetve a közös csoportokban a megnyilvánulásokat, azokat szoktam látni, de nem konkrétan a cikkek alatti kommenteket követem, hanem inkább csak a saját ismeretségi körömnek a véleményei köszönnek vissza hozzám, amik azért ne nem gondoltam, hogy ennyire különbözőek és sokrétűek lesznek ezek a vélemények, de hát azt gondolom, hogy minden téma Magában hordozza azt, hogy mindenki máshogy gondolkozzon róla. De pont ezért választottuk mi is ezt ma, mert hogy erről beszélni kell, és mert erről van véleményed, neked, meg nekem is. És ráadásul hát a sporthoz is sok kötődése van ennek a háborúnak. Nem csak azért, mert például ma, március 10-én, amikor ezt felveszünk, akkor ugye a Román Ábromovics és egyéb orosz oligarchák elleni szankciók miatt kiderült, hogy a Chelsea mekkora bajban lesz, hanem például az is, hogy hány orosz egyesületet, versenyző tiltottak el különböző sorozatoktól. És na tényleg itt ahány ember annyi vélemény volt azt tekintve, hogy hát ez mennyire volt jogos, vagy mennyire nem volt jogos. Én nekem az az alapvető etikai álláspontom, hogyha van egy közösség, aminek az egyik tagja, legyen az a sporton kívüli vagy sem, megtámadja a másikat, akkor az a közösségnek onnantól kezdve nem lesz kívánatos tagja, és utána nem lehet úgy tenni egy sporteseményen, hogy mi milyen nagy békébe vagyunk, és egymás himnuszait meghallgatjuk, és látjuk egymás lobogóját, és annak tisztelgünk, hiszen azért ez abszurd helyzet lehet, hogyha egy ukrán versenyző, meg egy orosz versenyző egyszer rá dobogón, mint hogy az volt is valamilyen sporteseményen, amikor éppenséggel a nemzeteik, hát éppen nem a legnagyobb barátok, finoman szólva, tehát amikor ilyen agressziót folytat az egyik nemzet a másik ellen. Én ezt nem várnám el egy ukrán sportolótól sem, hogy ilyenkor nyugodtan, béketűrően viszonyuljon az orosz sportolókhoz. Sőt, azt látjuk, hogy például a lengyelek is azt mondták, hogy ők ebben a, a kontextusban nem vállalják azt az intézményi közösséget, amit mondjuk a sport jelent, vagy a foci és azt mondták, hogy ők nem fogják lejátszani az oroszokkal a saját meccsüket, és ha mindenki úgy dönt, hogy már pedig mi az orosz államot úgy büntetjük, ahogy tudjuk, hogy úgy tiltakozunk, ahogy arra nekünk jogi lehetőségünk van, tehát a sporteszközén keresztül, és a közösség többsége úgy dönt, akkor a közösség többségének véleményét szerintem el kell fogadni, és így ebben a tekintetben szerintem ez teljesen jogos, hogy azt kell mondani Oroszországnak, hogy állj eddig és ne tovább, ez egy olyan vörös vonal, amit átléptetek. De ezek szerint, akkor Gege, te is azt tapasztaltad, hogy azért ezt az etikai alapállást, amit én most felvettem, ezt nem osztja mindenki a közösségi médiában. Ö, nem osztja mindenki, nem osztja mindenki, és, és ugye, tehát, hogy két dologról beszélhetünk. Egy az, amennyiben van egy orosz nemzetiségű sportoló, akkor szerintem teljesen igaz az, amit mondtál, de mi a helyzet akkor, amikor van egy orosz klub, amit nem csak orosz nemzetiségű sportolók alkotnak, tehát ugyanúgy alkalmaz külföldieket, és uh, nyilvánvalóan ezek a külföldiek is elesnek a játéklehetőségtől, de persze ettől függetlenül én egyetértek veled, szerintem teljesen igazad van. Ugye a, az az egyetlen egy dolog, hogy itt nem csak egy orosz és ukrán sportoló közötti vagy csapatok közötti ö, dologról lehet szó, hanem nyilvánvalóan azok, akik támogatják mondjuk az oroszokat, teszem azt a fehér oroszok, ugyanide bele tartoznak, illetve azok, akik támogatják ha más nem, legalább lélekben Ukrajnát, azok is ö, ugyanúgy nem szeretnének ebbe ö, részt vállalni. És ugyan, ahogy mondtad a lengyel foci válogatott volt az első, akik ugye azt jelezték, hogy ők nem szeretnének kiállni. Ezután beállt a sorba a svéd és a Cseh válogatott is, akik ugye, hogyha úgy alakult volna, hogy az oroszok jutnak tovább, akkor velük kellett volna megküzdjenek, és, és ez az egész folyamat elindított egy uh, lavinát, ami várható volt, csak uh, olyan gyorsan kellett megtörténnie, amilyen gyorsan itt hirtelen az elmúlt hetekben az események is megtörténtek, és igazából a FIFA-nak, illetve a többi uh, sportszövetségnek sem volt választása, hanem uh, szankcionálniuk kellett ezeket a dolgokat. Uh, visszatérve arra, amit mondtál, Azért is mondják többen, hogy ez nem feltétlenül igazságos, mert azt gondolják, hogy vagyis hogy azt mondják, hogy ezt nem a sportolók döntötték el ezt a háborút, hanem ezt valaki eldöntötte, és ezért nem kéne, hogy az ő felelősségük legyen. De ettől függetlenül én egyetértek a te nézőpontoddal, illetve ö, azzal azért nem értek teljesen egyet, amikor azt mondja egy sportoló, hogy miért rajta verik el a port, mert pont amit te mondtál, hogy Dohában az utolsó. Ö, Tornász világkupán volt az, hogy az első helyezett egy ukrán versenyző lett, és a harmadik helyezettünk pedig az orosz versenyző, akkor még orosz színekbe indulhatott, ez volt az utolsó olyan esemény amúgy a Tornász szakszövetség versenyei közül, ahol még elindulhattak az orosz és fehér orosz sportolók, és ő volt az, aki úgy állt fel a pódiumra a harmadik helyre, hogy egy Z betű volt ugye a tornaruhájára hímezve, ami a háborúnak és a győzelemnek a jelképe az oroszoknál, és ő ezt büszkén viselte. Tehát innentől kezdve azt gondolom, hogy ha, ha ez nem is igaz minden sportolóra és minden sportcsapatra, innentől kezdve azért nem lehet azt mondani, hogy a sport az elválasztható a politikától, illetve a háborútól. Pont erre akartam volna kitérni, hogy sokan azt mondják, hogy a sport és politika az nem függ össze, ne szóljon bele a politika a sport dolgába. Na már most ez szerintem azért egy, éves alapállás, mert hogy a sport és politika az sosem volt teljesen független egymástól. A sport az egy társadalmi jelenség. Emellett szeretnék érvelni, és ezt próbáltam itt hangsúlyozni az előzőekben is, és ezután is ezt fogom, hogy ugyanúgy, ahogyan a sportnak van kulturális vonatkozásalást, filmek, irodalom, zene, ugyanúgy van politikai és társadalmi jelentősége is, úgyhogy ezt nem figyelembe venni szerintem egy nagyon nagy butaság lenne. És hogy mennyire összefüggnek ezek a dolgok, arra hoztam pár példát, ugye van két nagyon evidens, az, hogy 1980-ban és 1984-ben az olimpián kik teljes mértékben politikai okokból. Az olimpiát ugye Hát valószínűleg azt a legfiatalabb hallgatóink kedvéért kell csak kiemelni, hogy 1980-ban a Moszkvai Olimpiát az akkori nyugati blokk országai bolykottálták, 1984-ben a Los Angeles Olimpiát pedig a keleti, a szovjet partner államok, illetve a szovjet érdekszférába tartozó országok bolykottálták. Tehát már ez nem egy új keletű dolog az, hogy a közösség úgy tekint a közösség többi részére, hogy te nem vagy kívánatos a bizonyos olyan eseményeinken, ami egyébként tényleg a békéről, vagy hát legalábbis a megbékélésről kéne szóljon. De kettő másik érdekes focihoz kapcsolható történésre is szeretném felhívni a figyelmet, vagy hát emlékeztetni azokat, akik egyébként már ezt hallották. Például 1990-ben volt egy elhíresült Dinamo Zagreb Cverna Zvezda mérkőzés Zágrában, amikor már a mérkőzés előtt, tehát fortak az indulatok, ugye Jugoszlávia ekkor már gyakorlatilag a szétesés szélén át, és bár maga a délszláv háború csak később kezdődött el, de nem sokkal. A Zágrábi Maximir stadionban rendezték volna ezt a meccset, de már a meccs előtt összeverekedtek a szurkolói csoportok, és aztán a pályán is ugye áttörték a zágrábi ultrák a lelátónak azt a részét, ami elválasztotta volna őket a vendégektől, amely vendég ultra csoportot a Deliének hívták, és egyébként Zsejko Ráznatovics vezette az ő csoportjukat, aki aztán később háborús bűnössé vált a Délszláv háborúban, az Árkán Tigrisei nevű szerb félkatonai csapat irányítójaként de hát ez csak később következik be. Itt a pályán kitölt verekedésben részt vett a Zvonimir Bobán is, ugye 21 éves volt akkor és a Milán sztárja lett később, és itt horvát nemzeti hősé vált, amikor egy rendfenntartó katonát lerúgott, aki éppen egy horvát szurkolót készült megvenni, vagy ütlegelt. Tehát katonai és rendfenntartó erők segítségével sikerült csak feloszlatni a tömeget, de így is meghaltak hárman, három katona, és az ő emlékékre állított szobor alá ezt vésték, hogy a csapat szurklóinak, akik 1990. május 13-án itt robbantották ki a háborút. Tehát ez állt a stadionnál, és hát ez tényleg egy háborús konfliktus kitöréséhez vezetett, vagy legalábbis már ennek az erős előjele volt. Egy másik háború, amit futballháborúnak is neveznek, 1969-ben tört ki Honduras és El Salvador között. Te jártál Latin-Amerikában, Gege, de délebre, hogyha minden igaz. Csillébe, Csillébe voltam, úgyhogy volt szerencsém megismerkedni azért itt a futballkultúrával, és azért hát ezek eléggé vehemens népek, úgymond. Úgyhogy én Csillébe mondjuk csak egy helyi BS-elejtezőn voltam, amit tényleg ott azért ugye eléggé elsőkörös, de már ott is lehetett érezni a hangulatot, és azt, hogy itt azért, hogyha ebbe picit még a háborút és a harcot is belekevered, akkor itt azért itt nagy, nagy erőket lehet mozgósítani a Dél-Amerikában tett utazásaidról még az elődünkön a fociológus blogon is megemlékeztél, úgyhogy majd a podcast alatti kommentekben és leírásokban lehet, hogy az csatolom. A te az még viszonylag békés keretek között zajlott, hogyha jól emlékszem, nem úgy 1969-ben a honduras El Salvador a világbajnoki selejtező összecsapás, ami tényleg egy összecsapásba torkolott. Egyrészt ebben a két országban már így is megvolt az a feszült helyzet, amit az okozott, hogy El Salvadorból többen települtek át Hondurászba, tulajdonképpen vendégmunkásnak illegálisan, de egy százezrekről van szó, akik elszegényedtek a túlnépesedett El Salvadorban és Hondurászban próbáltak szerencsét, és ez bizony sok feszültséghez vezetett a focira visszatérve viszont 1969-ben, miután összesorsolták ugye ezt a két csapatot a VB-selejtezőre, az első mérkőzést, ezt Hondurászban játszották, Hondurászban a vendéglátók a vendéglátás legrosszabb szokásait vették elő azzal, hogy kereplőkkel, vádog, dobozokkal és különböző kukákkal keltettek zajt, és ráadásul hajnalig bulisztak a Salvadori csapat szállása mellett is, hát másnap nyertek a hondurásziak 1-0-ra. Állítólag egy Amelia nevű 25 éves hölgy Szálvadorban a kudarc ...nak betudhatóan öngyilkosságot követett el, és ezután ő El Salvadorban egy tragikus hős lett, és a mártírja ennek a futballmecsnek. De hát ugye aztán Honduras válogatottja látogatott El Salvadorba, ahol hasonló fogadtatásban részesültek, és aztán 3-0-ra ki is kaptak, így mivel az első meccsen ugye nyert Honduras a másodikon El Salvador, harmadik mérkőzésre került sor. ezt viszont Mexikóban játszották, hiszen semleges helyszínen kellett játszani, de a hosszabbításig tartott a mérkőzés, és 3-2-re nyert el Szávador, de akkora verekedés tört ki, és olyan botrány volt utána a pályán és a pálya mellett is, hogy gyakorlatilag az ezt követő incidensekben és konfliktusokban kirobbant a száz órás vagy ötnapos háború, amiben aztán három ember halt meg, szóval azért ez már egyáltalán nem volt egy kisebb csetepaté, ami csak a futballpályára korlátozódik, és az Egyesült Államoknak, hát egészen konkrétan az amerikai államok szervezetének kellett közbeavatkoznia, hogy ez a két országot Közép-Amerikában végre békére lejjem. Mindeteket csak azért mondtam, hogy alátámasszam azt a téves megállapítást, hogy a politikai sport az mennyire nem fonódik össze. Hát igen, de ugye ebben az esetben itt a sportból robbant ki a háborús helyzet, itt pedig azért most az oroszoknál nyilván a sport és a sportolók isszák meg a levét magának a háborúnak, de szerintem a legtöbben Mindenki arról beszél, hogy mi lesz az orosz sportolókkal és az orosz csapatokkal, nem szabad őket hagyni, ki kell őket zárni, stb. Teljesen rendben van, oké okay, vettem. Viszont a nagyobb kérdés számomra az, hogy mi van az ukrán sportolókkal és ukrán sportcsapatokkal. Sokkal kevesebb szó esik erről, hiszen azért a háború még jobban ellehetetleníti talán őket, hiszen ugye fel kell függeszteni a bajnokságokat, a válogatottak nem tudnak kiállni tolni kell a különböző mérkőzéseken, ugyanúgy, ahogy most ugye az eb selejtezőt is eltolták az ukrán válogatottnak, például nyilván kérdőjelesével teszem azt mondjuk, hogy a női futca válogatott el tud-e utazni, és nyilván egy ilyen háborús helyzetben talán ez hangza, ezek hangzanak a legkevesebbnek, tehát jóval nagyobb gondja van most Ukrajnának, ám a sportra igen nagy hatással van, hiszen az ukrán sportolók és az ukrán csapatok ö, életét is teljesen ellehetetleníti. Egyébként erre is néztem példát, hogy a második világháborúban 1944 ig még Magyarországon is ment a foci, és rendeztek labdarúgó bajnoki mérkőzéseket, tehát gyakorlatilag csak akkor szüntették be, amikor már a front az abszolút Magyarországon járt, és amikor már az élet is teljesen ellehetetlenült, nem csak maga a sport, a szórakozás és a meccsre járás. Még 44. december 25-én játszottak volna egy Ferencváros Újpest rangadót, de gyakorlatilag már játékosokat sem sikerült verbuválni rá. Nyilván azért, mert van, aki a fronton volt érintett, van, aki menekülni akart, vagy elbújni a bombázások és a front Elől. Tehát tulajdonképpen erre is van egy ilyen extrém példák, de a legszerencsésebb az lenne, hogyha erről már minél kevesebbet kéne beszélni. Félek még attól is, hogy bár nem tudom, mikor találkozunk mi legközelebb, de ez még akkor is téma lesz, nem tűnik úgy, mint hogy ez rövid időn belül befejeződne. Hát igen, és ugye a FIFA volt az első olyan nemzetközi szövetség, sportszövetség, aki meghozta ezt a lépést, de utána sorban a többi sportszövetség is a NOB ajánlására amellett döntött, hogy kizárja a fehér orosz és az orosz sportolókat, ahogy ezt korábban is mondtuk, de... Bár első körben ugye például a svéd labdarúgó válogatott, és a szövetség is azt mondta, hogy ők sem hajlandóak kiállni, azok után, hogy a FIFA úgy döntött, hogy a lengyeleknek nem kell lejátszaniuk ezt a mérkőzést, és ők továbbjutnak mérkőzés nélkül, utána most például a svédek már azt mondják, hogy így viszont az esélyegyenlőség az nincsen meg. Tehát akkor most kérdezem én, hogy akkor most mit szeretnének? Ők azt kérdezik, hogy miért nem lett hármas torna, miért nem lett más ellenfél. Tehát, hogy mondjam, egy kicsit minden másra is hatással lesz ez, ugyanúgy, ahogy például a női kézilabda BL-be, ahol kizártak csapatokat, most kapnak lehetőséget olyan csapatok, akik nem jutottak volna oda, és akkor a másik, aki viszont nem jutott így se oda, az megkérdezi, hogy ezért miért pont ő. Tehát erre nem volt fölkészülve a sportvilág, de azt hiszem, hogy sokkal nagyobb gondok vannak annál ott most, mint hogy igazából ez legyen a legnagyobb baj. Mindenesetre esetre a Nobelnőke Thomas Bach, ugye ő azt mondta, hogy ha esetlegesen egyszer csak kimondják azt, hogy béke van, vagy születik egy fegyverszünet, az sem fog azzal járni, hogy automatikusan feloldják ezeket a korlátozásokat, és a szankciókat nem fogják azonnal eltörölni, úgyhogy ez több éves dolog lehet szerintem. Azt gondolom, hogy itt ezt elkerülhetetlen volt, hogy így reagáljon rá a nemzetközi sportközösség. Úgyhogy én emellett érvelnék a továbbiakban, és eddig is, és azt is szeretnénk én legalábbis mindenképpen alátámasztani, hogy a sport az társadalmi jelenség is, ilyen kontextusban szeretném vizsgálni máskor is, hiszen lesz egyébként még szó itt nálunk, remélem, majd filmekről is, hogyha békésebb témára kerül a szó, vagy egyéb olyan vonatkozásáról a sportnak, ami nem kimondottan a pályán történtekről szól. Igen, lesz ilyen is, de még gyorsan visszakanyarodom, még azért két szót mondanék erről. Tehát, hogy azért az a teljes egyetértés, amit te is gondolnál és remélnénk, az azért nincsen meg, hiszen vannak olyan szövetségek, mint ahogy a Nemzetközi Úszó Szövetség, a FINA, a teniszeseknél a WTA vagy az ATP, és még akár az autósportokat tömörítő FIA is, ahol azt mondták, hogy orosz színekben nem, ellenben indulhatnak az orosz versenyzők, csak ugye független versenyzőként. Na már most, a független versenyzőként indul, és az van odaírva, írva, hogy ahol az olimpián is volt orosz csapat, vagy nem is tudom, mi volt a megnevezés. Lassan Olympic Committee. Igen, tehát, hogy hm, más a zászló, nem hangzik el a himnusz, de az ember, a személy és a csapat az ugyanaz. Tehát azért ez a teljes beállás azért nincs meg mindenhol, és azért van egy szövetség, például a Nemzetközi Cselgány Szövetség, ahol viszont azt mondják, hogy ez nem az orosz sportolók hibája, és továbbra is versenyezhetnek orosz sportolók orosz színekben. Jó rendben, hogy ott azért a tiszteletbeli elnök ugye maga volt a drága Putyin, de ö, most tőle a szövetség megmondta ezt a tisztséget, bár gondolom nem tehettek mást. De minden esetre azért a, a nemzetközi sportlegi szövetségek között sincs meg a teljes egyetértés, és azért próbálnak kiskapukat ö, nyújtani bizonyos szakszövetségek. És ö, bár mondjuk az becsülendő, hogy például mondjuk a fia ugye engedélyezi, hogy induljon ö, Független színekben egy autóversenyző, de például ugye a Forma 1-es csapatnál, a Hásznál most menesztették az orosz pilótájukat. úgyhogy igazából ez nem csak a szakszövetségek kérdése. Igen, bár mondjuk ott is kérdés, hogy Mazepin édesapja, idősebb Mazepin, az Urál Káli egyik tagja, aki egy komoly orosz oligarchának számít mennyire van becsatornázva amúgy az orosz politikai elitbe, és ezen keresztül mennyire lehet nyomást gyakorolni egyébként az orosz politikai elitre. Szóval én azt nem csodálom, hogy a különböző sportszövetségek egy kicsit különbözőképpen viszonyulnak ehhez az egész helyzethez. Kétségtelen, hogy egyébként a háború az ennyire uralja mindennapjainkat, abba bízom, hogy ennél jobban nem fogja mert az sokkal szomorúbb következményekkel járna tartok tőle. Igen, arról is hallani, hogy több ukrán sportoló is beállt már a a seregbe, sőt voltak, akik már el is estek hallani focistákról, edzőkről, biatlonosról, aki már sajnos áldozatául esett a harcoknak, úgyhogy reméljük, hogy ez mi hamarabb be fog fejeződni, és minél kevesebb áldozata lesz. És szerintem azért van ennek magyar vonzata is, ugye, ennek az egész történetnek, illetve annak, hogy ki az, akit ki kell rúgni, ki az, akit meg kell tartani. Hát ugye a magyar MB1-et vezető Ferencváros csapatát, ugye télota Csercseszov irányítja, Csercseszov Mester, és hát e, e, itt is többször felmerült rengeteg kommentelő, nyilván az ellenérzésűek, de azért különböző irányból érkeznek a kommentelők, hogy Csercseszóvat meneszteni kéne, még Szerhi Rebrov felesége is felszólalt az ügyben, talán a Bors vagy a Blik valamelyik nagy múlt újságunk elkapta ezt a dolgot, hogy ő is úgy gondolja, hogy Csercseszóvat meneszteni kéne, illetve ugye ott a Fradinál egy érdekes helyzet van, hiszen van ukrán légiós is. Ugye az ukrán légiósok, miután kitört a háború, többen voltak, akik kérték a csapatuktól, hogy ne kelljen pályára lépjenek, mert nem tudják azt hozni, illetve nem, szeretnék, nem szeretnének pályára lépni, és ezeket az esetek el is Adták. voltak olyan labdarúgók, akik nem éltek ezzel a lehetőséggel, és Zsupkov is eltűnt ugye nyilván hirtelen, és meccseket hagyott ki. Az a hír járta, hogy addig, amíg Csercse a vezető edző nem hajlandó pályára lépni, aztán múlt hét végén csereként pályára lépett, és jó játékkal szállt be. Többek között neki is köszönhető volt a Fradi Kisverde elleni győzelme, de minden esetre egy érdekes szituáció lehet például ott az öltözön belül is ez. De te amúgy örülnének, hogy egy Csercsaszov nem lenne tovább a Fradi edzője, hiszen azt be kell valljuk, hogy te Fradi Drucker vagy, és azért a Fradi nem muzsikál most annyira jól ezzel az edzővel. Hát nézd, a Fradi vezeti a bajnokságot. Én nyár óta azt látom, hogy nem muzsikál annyira jól, de azt gondolom, hogy ezen a szinten itt most ez elég. Csercsaszovval is bajnokok leszünk. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy, 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 mi lesz, hogy lesz lépés az ügyben, vagy szépen mindenki csendben marad, és ő marad a vezetőedző, de én azt gondolom, hogy ez fog történni. Na no de, hogy békésebb vizek felé is azért, a különböző aktualitásokról is szót szeretnénk ejteni. Egyrészt már volt szó, ugye nyilván most a háború kapcsán, például Román Abramovicról és a Chelsea helyzetéről, szegények azért most eléggé kilátástalan helyzetbe kerülnek, mint ahogy került a Paris Saint-Germain is a Real Madrid elleni bl 8 döntő végeztével. A jó öreg Benzema. A jó öreg Benzema jött és lecsapott. Te nem vagy egy nagy reálos pedig, hát sőt. Én, én egyáltalán nem vagyok reálos, ugye? Én nekem gránátvörös uh, uh, szívecském dobog itt bent. Gránátvörös kék, zöld, fehér és még még sok színű, de, de király biztos nem. Igen, igen, a királyi gárda az nem a szívem csücske, de azt el kell ismerni, hogy tegnap, amit leműveltek az alatt a 17 perc alatt, az, az azért egy élmény volt nézni. Tehát akik szeretik a focit, azoknak az öreg benzema, sokat virágzása, az nagyon-nagyon jó élmény volt. Akkor a párizsi csapat vezetőjének reklamálása a bíró ellen szerinted az nem egy jogos kifogás? Ja, gyerekek, mindig mindenki reklamál, nem kell, nem kell ez, azt kell látni, hogy lőtt három gólt, bam, tovább mentek de hát figyelj, lehet erről beszélni, hogy mi jogos és mi nem. Most már ugye nagyon-nagyon előre a technika, vannak különböző rendszerek, amiket lehet használni, akár a VAR, úgyhogy én, szerintem... varra rá se néztek Benzema egyenlítő és ezt reklamálta igazán a PSG vezetőedzője. Azt gondolom, hogy igen, talán ez az volt az utolsó szalmaszál, amiben bírt kapaszkodni. Hát igen, de hát biztos azért nem nézték meg, hogy annyira egyértelmű volt számukra, hogy vissza se kellett nézni. Hát meg józan ember nem tudja a PSG sikereit támogatni, és ezzel így voltak a Varszobában is biztos. Persze, persze, persze. Ami viszont visszatérve a spanyol focihoz biztos, és hogyha már a BR-ről van szó, beszéljünk a Barcelona... Ja, nem. A barcelona nem beszéljünk, mert hogy nincs benne már a BR-be. Ellenben ma lesz egy jó szarály elleni meccs. Az Európa Ligában még ott van a Barcelona, és hát figyelj, az lehetne rosszabb, lehetnénk az Európai Konferencia, a Konfetti Ligába is, de nem, még az el megnyerhetjük, úgyhogy hát igen. Szóval a BL-ben nem is érdekelt a Barcelona csak az Európa Ligában, viszont ehhez a Barcelona Galatasaray mérkőzéshez kapcsolódik egy másik téma, amiről szerettem volna beszélni, ez a Missing Eleven című játék, ami ahhoz hasonló, mint a Wordle, vagy magyarul a szózat, ami tulajdonképpen egy szókirakós, minden szó kirakására hat próbálkozás lehetősége van az embernek, és itt egy-egy futballcsapatnak a kezdőjátékosai nevét kell kirakni, és hát most történetesen a Barcelona-Galatasaray 2002-es összecsapásának a kezdőjét kell megtipelni, vagy tehát tudni, főleg ugye a Barca 11-ére utalva, és egyébként elakadtam felénél, úgyhogy majd segíthetsz, mert arra rájöttem, hogy például az a kapus, aki akkor állt a kapuban, és hat betű a neve, az nem más, mint a Valdes. Vagy például, hogy a négy betűs középpályás az nem más, mint de van olyan négybetűs másik középpályások, akinek nem tudok rájönni a nevére, úgyhogy el kell kezdek bepötyögni betűket, mert akkor kiadja, hogy melyik betű szerepel egyáltalán a feladványban, vagy amelyiket eltaláltam a helyén, azt is kiadja. Úgyhogy ilyen foci őrülteknek lehet ezzel próbálkozni. Minden napra van egy feladvány, egy érdekes már a futball történelemben lejátszott párosítás kapcsán. Úgyhogy gege, hogyha esetleg. tudsz egy, egy, olyan négy olyan négybetűs barcelonai -bar középpályást kell mondani, aki ott volt 2002-ben ezen a mérkőzésen, és hát nyilván lehet használni mindenféle Google segédeszköz, csak hát azt úgy hívják, hogy csalás. Hmm. Hát, hát a mostani mestert beírtad már, Csávi? Azzal kezdtem. Ja, azzal kezdted, ja, bocsánat, azzal kezdted. Hát akkor az öreg, hát hogy csak hogy a betűstímének cocu. Kokü, Filip Kokü. Hát persze. Ne, lehet, lehet, lehet. Hogy tudja? Ho -ho! Ott a pont. Kokü. Hogy nem jutott eszembe. Nagyon jó. Még uh, hiányzik egyébként uh, egy, kettő, három játékos. Ezeket most nem fogjuk megfejteni. Hát még valószínűleg bajba is lennék. bajba lennék, mert van egy lenne. olyan játékos, ő bal szélső volt a 3-4-3-as felállásban, akinek a neve két tagból áll, az első hat betű, a másik ötbetű. betű. De például kitaláltam a hét betűből álló Saviolát, a nyolc betűs Kleivertet, és a négy, illetve illetve hétbetűs Louis Enriquet. Szép, szép, ügyes vagy, és valóban nem tudnám valószínűleg mindegyiknek a megfejtését, de a mendietet már beírtad? Én még nem talán őt értem, valahova beférne. Nem. Na mindegy, menjünk tovább, menjünk tovább, ezt majd még együtt szépen itt okosba a műsor után bedobjuk a maradék neveket. Nyert a mendieta. Jobb szélen. Ennyi. Köszönöm. Sokak számára rejtély lehetett az is, hogy ki Callum Styles, akár csak számomra itt a különböző e egykori focisták nevei. Callum Styles ugye behívta Marco Rossi a magyar válogatottba, de én bevallom őszintén korábban nagyon nem találkoztam a nevével. Te, mint a nemzeti sport rendszeres olvasója, azért már értesültél arról, hogy ő szerepelhet a válogatottban? Hát ugye még nem behívta, de befogja állítólag, de hamarosan ugye lesz majd a kerethirdetés, kerethirdetés még nem volt meg, de igen, valóban most már majdnem minden héten, legalább két nap, amikor nincsen más hír a nemzeti sportban, akkor olvashatjuk az ő nevét, és azt, hogy valószínűleg be lesz hívva. Ugyanúgy, ahogy most már ugye legalább két éve írunk Derdai Márton esetleges behívásáról, aki eddig még nem adott konkrét választ, de Callum Stiles lehet igen valóban az új Vili Orbán, mondjuk úgy, az angol másodosztályból érkezhet hozzánk, és hát mostanában jó mutatói vannak, és elvileg megvannak a magyar felmenői, úgyhogy ha jól tudom, akkor már elhárultak az akadályok azelőtt, hogy ő bemutatkoz, bemutatkozhasson a magyar válogatottban. És a minden igaz nem csak magyar, hanem ukrán felmenő is vannak egyébként. Vili Orbánnál egyébként ő azt hiszem univerzálisabb játékos. Tehát még a Willy Orbán egy kimondotta középső védőként alkalmazott Spiller-Styles-ról azt olvastam, hogy azért ő szerepelhet a középpályán is, vagy ezt nem olvastad róla? Ez így van, ahogy mondod, de azért Willi Orbán mégiscsak egy Orbán, ellenben Styles azért mégiscsak Styles, úgyhogy azért, tehát, hogy na... Azért orbán mégis csak univerzálisabb játékos. Maradjunk ennyibe kérlek szépen. Az öreg Kálom meg stílusosabb, jó. Ez így van, ahogy mondod. Minden esetre én azt gondolom, hogy ö, hogyha valóban sikerül behívnunk őt a válogatottba, akkor a jelenlegi kerettagok mellé bőven be fog férni. De a honosítás ez mindig egy érdekes kérdés. Szerintem voltak már sikeres honosításaink, lásd Willi Orbánt vagy Loik Négót, akik szerintem beváltak a válogatott számára, illetve voltak olyanok is, akik bár honosítva lettek, de végül kevésbé váltak be, vagy kevesebb lehetőséget kaptak. Én szerintem Styles nem közéjük tartozna majd, amennyiben válogatott lesz, de például gondoljuk csak mondjuk Predrag Bosnyákra, aki egy mérkőzésen kapott lehetőséget, és ő valójában ugye szerb, tehát ő csak honosítva lett, semmiféle magyar felvenővel nem rendelkezik, vagy akár Vinicius Paolo, aki hét mérkőzésen is lehetőséget kapott, de szegény mióta Ciprusra szerződött azóta, mintha egy picit elfelejtettük volna őt. Callum útja tehát az angol Barnsleyból vezethet majd a magyar válogatottba. Szerbia ellen akár mi is láthatjuk őt a pályán, hiszen ott leszünk, hogyha minden igaz és minden jól megy addig, majd mi is a Puskás Arénában. Igen, a várhatóan teltházas házas mérkőzésen a Puskás Arénában. Biztos nasz... nem lesz telt házas, mert nem is lehet a teljes kapacitás, hogy egyet foglalni. Édes Istenem, ha már először megpróbálják eladni az alsó részt, és utána, ha megtelik, majd akkor kezdik el árulni, gondolom, a felsőt. És megjegyzem, hogy félni valunk is lehet, bár bizony, hogy nem lesz, mert pont fölöttünk lesznek majd egy szinttel a szerb ultrák, úgyhogy nem kell vennünk sört, mert kapni fogunk a nyakunkba. De szép, azt gondolhatod, hogy erre a kis edzőmecsre több ezer szerb útra érkezik majd, gondolom. Na, minden esetre az edzőmeccs is, ahogy ugye Rossi Mester szokta mondani, nincsen edzőmérkőzés. Minden mérkőzésnek tétje van, hölgyek, urak, ahogy ennek a szerbek elleni edzőmeccsnek is tétje lesz. Azon kívül, hogy nagy bír az is, hogy vajon Ádámo Martino gollal mutatkozhat ebbe a válogatottba, mennyiben meghívót kap, azon kívül az is tétje, hogy megfelelően felkészülünk a Nemzetek Ligája mérkőzésekre, ahol a szerbekhez és az északírekhez hasonló játékerőt képviselő Angol, olasz és német válogatottakkal fogunk összecsapni, és a célunk bemaradás az állígában. Azt nem értem, hogy miért nem az a célunk, hogy megnyerjük ezt a csoportot, és játszunk majd egy nemzetek ligája négyes döntőben. Hát ez szerintem teljesen. Ha reális. már a csoportot megnyerjük, akkor már nyerjük meg a nemzetek ligáját is, így van. Egyébként Ádám Martin esetében epés megjegyzés lehetne, hogy ha ő kap egy invitációt a keretbe, akkor ő nem egy meghívott kerettag lesz, hanem egy meghízott. Na, no, bocsánat. Marci. bocsánat ez a Ki ezt a body shaminget, ezt, teljes mértékben visszautasítom. Ráadásul, hát, mint azt az Nemzeti Sport Online-nak ő elmondta, hogy komoly diétán van, vagy legalábbis változtatott az életmódján, és hát ezt nem tudom, hogy a testalkatában milyen változások álltak be, de az, hogy 23 bajnokin 23 gólt lőtt, az mindenképpen azt jelenti, hogy hát pozitív irányba változott a játéka. Én azt gondolom, hogy Ádámó Martino az ifjabb Böde Dani, és egy Böde Danira mindig szükségünk van, volt és lesz. Úgyhogy itt van az új Böde Dani, emlékezzünk Pedig vissza. Pedig a Paksba még a régi is. Ott van még a régi is, igen, és ő nevelgeti Ádámót, ő nevelgeti a mi Ádámunkat, de emlékezzünk vissza arra a híres zsíros kenyér lecsapásra. Tehát nem mondta, hogy nem látnád magad előtt, ahogy ismét egy pócselejtező Norvégia ellen Ádám Martin le tenni a földre, pihegni az ellenfelet, és Rún, egy irgalmatlan volt, mondjuk egy olyat, mint most lőtt a Fradinak, ahol idegileg ki voltam, és szorgalmazom, hogy is egy picit amúgy egy fizimiskára hasonlítanak, csak le kéne borotválkozom, az öreg csercse szóval leigazolhatná Ádámot. A magyar válogatott után beszéljünk még egy kicsit a hazai fociról, de ne is a fociról, hanem a futszalról, mert itt hétközben volt egy nagyon érdekes és izgalmas mérkőzés, nem más hol mint Sárváron, kérlek szépen, az MB2-es mezőnyében a Nagykanizsa csapata utazott Sárvárra. Ugye a Nagykanizsa vezetője jelen pillanatban nem más, mint Várhidi Péter. Várhidi Péter vezette Nagy Nagykanizsa utazott Sárvárra, és nem volt kis tétje a mérkőzésnek, hiszen a sárvár még versenyben volt. a a felsőházi helyekért. A Sárvernek 11 góllal kellett volna nyerni otthon a Nagykanizs ellen, és miután a szünetre 3 0 vezettek, a második fél idő elején pedig már 5 mentek, ez nem is tűnt lehetetlen küldetésnek. Ugye 5-0 volt a fél az állás, de a vendégek részéről ketten sírülést jelentettek a szünetbe, majd a 26. illetve a 27. percben egy-egy piros lap is villant a kanizsai oldalon, és ekkor már 3 plusz 1-ben voltak Várhidi Péterék, de ezt követően mi szerencsétlenség történt, egy újabb nagykanizsai játékos megsérült, és így pedig 2 plusz 1-ben már nem lehetett folytatni az összecsapást. Ugye a pályán elért 5-0 lesz valószínűleg ö, jóváírva és ez pedig sajnos a sárváriak alsóházi szereplését biztosítja, és így pedig az is biztos, hogy egy nagykanizsa sárvár, sőt nem is egy, hanem két nagykanizsa sárvár összecsapás lesz még idén, ahol ki tudja, milyen háború várható. Hát ez már, -már felevelíti a Honduras El Salvador botrányosba fulladt mérkőzést is. Igen, de reméljük azért Sárvár és Nagykanizsa is a lakossága nem fog teljesen egymásnak feszülni, illetve hát kíváncsi vagyok, hogy majd esetlegesen a szövetség éle bármiféle szankciókkal, de minden esetre ez szerintem nagyon szomorú, főleg ilyen szinten. Ugye a futcaba a magyar MB2, ez nem a profi, tehát nem a megélhetési játékosokból ö, áll össze. Tehát ezek a játékosok, akik itt fociznak, nyilván nagyon ügyesek, tehát nem megyei szintű futszalról beszélünk, de azért nem megélhetési futszalosok, tehát szerintem az, hogy ezen a szinten ilyesmi történhet, az, az eléggé szomorú. Itt kell megjegyezni, hogy erre azért is van rálátásod, mert a Hidekúti sportklubnak van bizony futszál szakosztálya is, és hogyha minden igaz, akkor a HRC képviselteti magát ezen sorozatban. Hanyadosztályban van jelenleg a HRC felnőtt férfi csapata? Hát jelenleg ugye a harmadosztályban szerepelünk, és vezetjük a budapesti regionális csoportot, bár már csak egy ponttal, mert tegnap a TF2-től vereséget szenvedtünk sajnos hazai pályán, kettő-egyre, de egy ponttal még vezetjük a Dunakeszi előtt a tabellát, és azt reméljük, hogy a szezon végén majd rájátszásban visszajuthatunk a másodosztályba, ahol tavaly még mi is a Nagykanizsával voltunk egy osztályban. Öh, nekünk sem a kedvenc nem, ellenfelünk kell volt, utazni. de nem kényelmes. Nem kényelmes sokat kell utazni, de azért az mégis egy menő dolog, hogy egy ilyen kis csapatnak, mint ami mi vagyunk, nemzetközi bajnokságban másodosztályban szerepelhet a csapat. Úgyhogy reméljük, hogy ez lesz ez a cél, de majd kiderül. Akkor a jövőben még beszámolunk a HSC sikereiről és kudarcairól egyaránt, hiszen együtt érzünk veled, Gege, hiszen annyi csapatnak szurkolsz, de talán a legjobban a HSC-nek. És a... itt bocsánat, ne haragudj Marci, hogy közben vágok, azért szeretnék még egy dolgot elmondani hogy tegnap érkezett meg hozzám Facebookon egy megkeresés egy ukrán labdarúgó csapat vezetőedzőjétől, akik 6-7 fővel itt vannak Magyarországon, két napja érkeztek Magyarországra, és ők ma este nálunk hidegúton kezdik meg a, az edzéseket. Az volt az ő kérésük, szegények így fogalmaztak, hogy remélik, hogy nem sokáig tart, de ameddig fel van függesztve a bajnokság otthon, és ameddig nem jutnak vissza, addig edzés lehetőséget kértek nálunk hidegúton, úgyhogy ma négy-öt fővel bővül a csapat, természetesen egyből igent mondtunk, úgyhogy ha bárkinek van még tudomása ilyesmiről, akkor engem, vagy pedig szerintem más, akár amatőr, de akár fél profi csapatokat nyugodtan keressenek meg, és ha lehet, akkor biztosítsunk a, az Ukrajnában menekült sportolóknak lehetőséget arra, és ez nem csak a focira, hanem minden sportágra vonatkozik, hogy ameddig nem találják meg a számításaikat, akár új Akár otthon, akár máshol, addig igenis készülhessenek, hiszen a sportért élnek. De maguk a játékosok egyébként itt most átmeneti szállásra találtak, tehát ők biztonságban és épségben vannak? Hát a pontos részleteket még nem tudok, ma fogok találkozni, csak Facebookon érkezett egy megkeresés, hogy két napja vannak Magyarországon, hatan vannak, és szeretnének edzésben maradni, úgyhogy csatlakoznának. A HSC kalandjain kívül pedig, ami még mondjuk egy szívszerelmünk, legalábbis főleg nekem, az, hogy olyan filmeket ajánljunk, amelyek valamelyest focis vagy sportos vonatkozásúak. És az elmúlt hetekben volt időm megtekinteni két sztár focista életéről szóló dokumentumfilmet, az egyik a Rooney című volt, a másik a Neymar, hát nem gondolták túl nagyon a címadást. A Rooney-ra a Manchester United rajongói blogján hívták fel a figyelmemet, és bizony igaz volt, amit ott írtak, hogy tulajdonképpen a derék hangol edző, illetve játékos legenda életéről. Úgy van szó, hogy a Manchester Unitedről nincsen benne szó. Tehát Sir Alex Ferguson például nem is nyilatkozott annak a stábnak, aki ezt a filmet forgatta, ami nélkül azért én nem nagyon szeretnék elképzelni egy rendes Rooney filmet, csak néhány archív nyilatkozat van bevágva a főnöktől. Ezzel szemben a Neymar című film, ami egy három részes dokumentumfilm sorozat a Netflixen, ennél sokkal komplexebb. Érdekes módon LeBron James volt az egyik producere, és mellesleg láthatjuk is néha Neymart James mezben. Viszont itt már tényleg egy jóval érdekesebb figura bontakozik ki a szemünk előtt, mert Rúni az tulajdonképpen egy nagyon derék, nagyon jó apuka képét mutatja nekünk a saját magát, a saját róla, magáról szóló filmben. Ne már azért ennél, ennél, hát hogy is mondjam, extrémebb alkat, és aki a legérdekesebb szereplőben a filmben az apja, aki hát nem is kicsit kihasználja, hogy a fiacskáján mennyi pénzt lehet keresni, és próbálja ő alakítani a történetet és a film narrációját, de hogyha figyelmes az ember, akkor észrevetti, hogy ez arról szól, hogy az apuka mekkora ö Paternalista hozzáállással, vagy hát, hogy már -már, már már elnyomóan viselkedik a fiával, és mennyire próbál minden pénzt kisajtolni belőle. Egy 215 főt alkalmazott céget építettek a Neymar brand köré, aminek az apja a tulajdonosa és a vezetője, és folyton azt súlykolja Neymarnak, hogy egyszer majd te átveszed ezt a birodalmat, amikor visszavonulsz a berugástól És ez, a, ez rengetegszer elhangzik a, szegény a filmben. Neymar. És így mondja is, hogy hát én nem akarom, mert hát jó, hogy nem akarja szegény, hát focizni tud legfeljebb. Persze, viszont a push ez. Hát meg honnan tudjuk, hogy ugye majd, amikor visszavonul, akkor még lehet, hogy le akar vezetni öreg fiúba. Ki tudja, lehet, hogy jön hideg kútra, ugye? Vagy bárhova igazából, nem lehet tudni. De hát ez egy nagy push. De minden esetre arra visszatkanyarodva, amit mondasz, hogy a Rúni filmben nincsen benne Sir Alex Ferguson, ez egy nagyon picit olyan, mint mintha csinálnánk Lipcsei Petiről egy filmet, és nem szerepelne benne José Mourinho. Nem? Tehát ez pontosan ugyanaz gyakorlatilag. Hát szinte, azt hittem Csabát fogod mondani. Szegény Csaba, nem, nem, nem Csaba, hát Murinho, hát ugye a portós évek, a hosszú évtized, amit Lipcsei lehúzott Portóban. Szerintem, amikor Lipcsei Peti Portugáliába jár, akkor mindig beugrik. Jorge Mendeshez, illetve José Mourinhohoz. Kezdők vagyunk, kezdők is maradunk, ezért vágyunk a kommentjeitekre, meglátásaitokra. Vitatkozni, ne vitatkozatok velünk, mert én személy szerint jobban szeretem, ha egyetértenek velem. A következőkben majd azért próbálunk vendégeket is hívni. Gege ötlete nyomán lehet, hogy a téli olimpiai játékok magyar részevői közül majd elhívunk valakit, sőt, lehet, hogy többeket is, ezt majd meglátjuk, hogy ki hogyan ér rá. És egyébként pedig azért majd nagy valószínűséggel a fókuszunk továbbiakban is a focin, nagy Isten a HSC marad. Ezek voltunk. Mi ez volt a középkezdők? Hamarosan újra.